13 éve vagyunk egy gyülekezetben, lelkészek a férjemmel, beosztott vagyok, férjem tavaly meg lett választva, de hát végül is így hárman vagyunk lelkészek, Derencsényi István a vezető lelkész, és ebben a 13 évben annyi mindent megéltünk ott, olyan sok változást. És az utóbbi 5 évben meg nagyon-nagyon gyorsan változott minden körülöttünk. Még körülöttünk is, akik egy kis gyülekezet vagyunk. És ezek a változások, ezek követhetetlenné váltak. És azt látom, hogy amíg 5 évvel ezelőtt így be tudtunk kapcsolódni könnyedén emberek életébe, most annyi minden és annyi féleképpen változik, hogy nagyon-nagyon nehéz ezzel felvenni a tempót. És egy ideig lelkiismeretfordulásom volt amiatt, hogy nem tudom követni a változásokat a közösségünkben. És most ezt így, most az utóbbi 2 évben azt mondtam, hogy ezt elengedem. És ez egy nagy változás az én életemben, és azt mondom, hogy vannak közösségi terek, és ezekben a közösségi terekben azzal jönnek be az emberek, amivel is ott, abban a pillanatban kell teremteni egy helyzetet. Tehát ez nagyon új kihívás, hogy nincs folytonosság, hogy állandóan változik az emberek munkahelye, családi állapota, érdeklődése, úgy nőnek a gyerekek, olyan hirtelen változnak, hogy nem ugye az alapfeltétel lett volna egy lelkészként, hogy tartsuk ezzel a tempót, és nem tudjuk tartani, és változni kellett, és most más kell csinálni, most érzékelni kell a közösséget, akkor ott egy bibliaórán, egy táborban, bárhol, és azt mondom, hogy jó, akkor készülünk, van egy keret, de hagyjuk, hogy azzal töltsük meg, ami van. Tehát ez nagyon nehéz. Az, ami 500 évvel ezelőtt volt, hogy fogták és hozzáidomultak ez a kommunikációhoz, hozzá kell idomulni. Itt én módszertanról beszéltem, tehát arról nem az eszközökről, nem a televízióról, a Facebookról, nem. Arról a gondolkozásmódról, ahol tudomásul kell venni azt, hogy akkor és ott, ahol vagyunk, ott kell megszólalni abból, ami éppen a tarisznyánkban van. Nem a spontaneitás az új jelentéssel töltődik meg. Tehát ha elindulok valamibe, akkor ugyanúgy imádkozok, hogy Isten áldja meg ezt az alkalmat, kérem tőle, hogy legyen jelen, és azt is kérem, hogy adjon lélek jelenlét. Tehát ez egy új fogalom most számomra. Tehát másképpen kell készülni. Van egy ige szakasz, és az lesz, ami ott a 10 ember akkor éppen előjön, hogy mi foglalkoztatja. Nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mi van az emberekben, mert nincs idejük máshol összegezni az életüket. Hát annyira rohan mindenki, hogyha beesik egy bibliaórára, vagy egy istentiszteletre, vagy közösségi térbe, ott kell megtörténjen az, és azt kell segíteni, hogy egy picit rálásson az életére, tükröt kapjon ahhoz, ahol tart. Ezek a feladatok teljesen kicsúsztak az emberek kezéből, és ezek nekünk lettek feladatok. Ebbe az egész nagy hatalmas növekedésbe, változásba, amiben benne van ez a hihetetlen dolog, hogy mennyien vagyunk a Földön, meg ez az egész történet, ami egészen másképpen íródik most, mint korábban. Ezzel együtt én valahogy úgy érzem, hogy most még inkább kérdeznünk kell az Istent, hogy ő ebből hogyan vezet tovább. Annyira nagyon szürreális sokszor a helyzetünk, hogy úgy bele sem akarunk gondolni, élünk be, dugjuk a fejünket a homokba, és élünk abba a picikek és világba, ami nekünk adatott, és én meg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ki kell emeljük a fejünket, és nagyon kell kérdezzük őt, hogy mi ott, ahol élünk, merre menjünk tovább. És ez a reformáció, hogy átállítani az agyunkat arra, hogy ez a rövid távú gondolkozás, amiben a mindennapi kenyér, a fontos az nem működik, és ezek az alkalmak, ahol lehetőség nyílik beszélgetni, és az embereket kiszakítani ebből a hihetetlen tempomból, ez erre való. Ez az egész közösség, hogy egy picit kiemeljük a
fejünket a mindennapokból, ebből a hihetetlen sodrásból, ahol senki nem gondolkozik azon, hogy hova tartunk. Bele van feledkezve az életébe, és azt mondjuk, hogy itt már pedig gondolkozzunk lépésről lépésre, tanítsunk meg felelősen cselekedni, másokért tenni, vegyünk föl, vállaljunk fel nehézségek között élő embereket, gondoljunk a következő lépésre, a saját életünkben, a közösségünk életében, az országunk életében. Tehát, hogy a közügyeket egyszerűen annyira negligálja a mai ember, hogy ez a tér, ez a közösségi tér kell, hogy újra tanítsa ezt.